Szeretettel köszöntöm nézőinket, László Lilla vagyok. Ez itt heti programajánlónk, ahol terézvárosi, budapesti és vidéki programokat ajánlok figyelmükbe. Ez a hét is meg annyi jó programot tartogat mindenkinek, igyekeztem ebből egy hasznos összeállítást készíteni. Tartsanak velem ma is, ígérem, érdemes lesz. Szabadtéri Bogányi hangverseny a Zeneakadémia előtt. Terézváros önkormányzata és a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége igényes, komoly zenei koncertre hívja önöket. Bogányi Gergely Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművész ezen a különleges estén Csajkovszkij művekkel szórakoztatja a nagy érdeműt. Az esten köszöntőt mond Hassai Zsófia, a kerület polgármestere. A koncertet Gábor Éva Mária, Gutema Dávid és Pál Gábor képzőművészek videóinstallációi teszik még érdekesebb. A hangverseny a Zeneakadémia előtti területen lesz, június 15-én pénteken, este 8 órától. Az esemény ingyenes, a székeket 19 óra 50 percig kérik elfoglalni. Citer a zenekar a Hunyadi téren. Ha nyár, akkor tér zene, zenetér rendezvények. A sorozat keretén belül minden szombaton igényes színpadi produkciók mutatkoznak be Terézváros szívében a Hunyadi téren. Ezen a héten szombaton, június 16-án a Citer a zenekar ad koncertet, délelőtt 10:30-kor. Ahogy a rendezvény sorozat minden állomásán, úgy ezen a koncerten is ingyen lehet részt venni. Szeretettel várnak mindenkit! Hazudj inkább, kedvesem, a játékszínben! Adva van egy vonzó, ám kissé hazudós feleség, egy roppant megértő, de rendkívül elfoglalt férj, a kedves, ám de hihetetlenül feledékeny családi barát, és a megbízható, már kissé merev szobalány. Szenteste van. A feleség és a szobalány a családi szertartást készítik elő. És akkor? De vajon mi történik akkor? Alfonso Passo izgalmas bűnügyi komédiája valódi sztárparádéval kecsegtet. Tóth Enikő, Csonka András, Kerekes József és a többiek fergeteges estét ígérnek minden nézőnek, következőleg június 17-én vasárnap és június 20-án szerdán. Ingyenes egészségnap a 6. kerületben. Terézváros önkormányzata a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálattal közösen ismét egészségnapot szervez az 5-ös 10-ben. Ez alkalommal az alsó végtagi érbetegségek lesznek a fókuszban, de természetesen, ahogy mindig, most is átfogó képet kaphatnak a résztvevők testük egész állapotára vonatkozóan. Vércukor, vérkoleszterin, véroxigéntelítettség, vérnyomásmérés, EKG-vizsgálat és testtömeg meghatározás is vár mindenkire. Ezen felül pedig orvosi szaktanácsadással, sőt frissítő masszázsal is készülnek a szervezők. A szűrés lehetőségek korlátozott számú, ezért azokra előzetesen szükséges jelentkezni. Ezt munkanapokon 8 és 20 óra között tudják megtenni a 0630 260 67 32-es telefonszámon. Szakemberek nem győzik hangsúlyozni az évenkénti szűrések fontosságát, amelyre következő alkalommal az 5-ös 10-ben van lehetőség június 18-án hétfőn 12 és 18 óra között. Közösségi kórus a Bálintházban. A Bálintház a magyar zsidó közösség otthona, egy hely, ami összehoz. Közösségi térként programjaikkal minden tartalmas élményre vágyó embert várnak. Találkozásokat kínálnak generációk, zsidóságok, perspektívák között, találkozásokat önmagunkkal, közösségünkkel és a társadalommal. Régóta érett már az ötlet, amit idén meg is valósítottak. Minden héten kedden este 6 órakor várják az énekelni vágyókat, tudókat. Az amatőr kórus dalkörbe 20 és 50 év közöttieket várnak, akik meg szeretnének tanulni egy-egy új vagy régi izraeli dalt, mindezt egy igazán jó közösségi élményként. A kórus két szakavatott és igen kedves vezetője Tester Nelli, a Magyar Táncművészeti Egyetem korepetítora, és Zucker Immanuel, a Bét Jehuda zsinagóga főkántora. A repertoárt mindig a résztvevők alakítják, és a szervezők nem titkolt szándéka, hogy idővel az amatőr kórus színvonalas koncerteket is tudjon adni. Az esemény tehát minden kedden szeretettel várja az énekelni vágyókat a Bálintházban 18 órási kezdéssel. A program ingyenes és kisgyermekekkel érkezőknek szintén ingyenes játszóházi gyerekfelügyeletet biztosítanak a szervezők. Hagyományos női szerepek Indiában, a Hop Múzeumban. A Hop Múzeum legújabb kiállításának kiemelt célja, hogy a hindu istennő különböző megjelenési formáit az általuk betöltött női szerepek szerint mutassa be. Miközben az istennő szépségként, feleségként, anyaként és harcosként jelenik meg, a kiállítás arra a kérdésre keresi a választ, hogy ezek az idealizált női szerepek hogyan valósulnak meg a földi társadalomban. A kiállított tárgyak széles skálán mozognak, a
klasszikus művészet plasztikus alkotásaitól a kortárs képregényig, ezzel is kiemelve a régi és új hindu művészet állandó témáit és formavilágát. A bemutatásra kerülő tárgyak túlnyomó része a Hope Múzeum indiai gyűjteményének anyagából került ki. Ehhez csatlakoznak a kortárs képzőművészek, Abhishek Singh egyedi vizualitást tükröző munkái, melyek középpontjában szintén az istennő figurája áll. A kiállítás külön érdekessége, hogy évtizedek óta ez a Hope Múzeum első hindu művészetet bemutató kiállítása, és hogy a legősibb korok vallásos kultuszait, valamint a legújabb korok társadalmi berendezkedését, nőképét egyaránt vizsgálata tárgyává teszi. A Dévi kultusz és a hagyományos női szerepek Indiában című kiállítás január 6-áig nézhető meg, 2-től vasárnapig, 10 és 18 óra között. Terézváros eseményei után engedjék meg, hogy 2 fővárosi programra hívjam meg Önöket. Egyet a jóga szerelmeseinek ajánlanék, egyet pedig azoknak, akik egy igazi nyári fesztivál élményre vágynak. Napforduló Jóga Fesztivál. Idén is megrendezik a legszebb test és lélek gyakorlat ünnepét, a Jóga Fesztivált. Mikor lehetne a természet erre legalkalmasabb, ha nem a nyári napforduló környékén, de a dátum választásánál a Nemzetközi Jóga Napot is figyelembe vették. A helyszín idén is Budapest szíve és tüdeje, a Margit-sziget, ahol a volt kaszinó melletti tágas, árnyas réten várják az érdeklődőket június 17-én vasárnap. A Jóga Fesztivál egész napos, reggel 10 és délután 5 óra között. Jóga, jóga és még több jóga vár tehát mindenkit. A program és az azon való részvétel ingyenes. Óbudai nyár 2018. Idén ünnepli 18. születésnapját, így tehát hivatalosan is nagykorúvá válik Óbuda, és lassan a főváros egyik legnépszerűbb nyári rendezvény sorozata, az Óbudai nyár. Az óbudaiakat, illetve az ide látogató érdeklődőket a hagyományokhoz híven értékes kulturális élmények, szabadtéri koncertek, kiállítások, színházi és gyermekelőadások és szabadtéri filmvetítések is várják. Az óbudai főtéren az egész nyáron át tartó rendezvényt az Óbudai Danubia zenekar koncertje nyitja meg június 15-én pénteken, este 7 órakor. Az ingyenes főtéri koncerteken ismert és elismert előadók állnak a színpadra, így koncertet ad Horgas Eszter, az Ergo, Falusi Marian és a Budapest Jazz Orchestra is. A koncertek akárcsak a két helyszínen vetített szabadtéri mozifilmek és egyéb programok szeretettel várnak mindenkit június 15-e és augusztus 21-e között Óbudán. A rendezvény ingyenesen látogatható, a pontos programról a www.obudainyar.hu weboldalon tudnak tájékozódni. Zárásként mit szólnának hozzá, ha ellátogatnánk Nagykanizsára, ahol egy valódi, hamisítatlan sörfesztiválban lehet részünk? Kanizsai Sörfesztivál 2018. A 7. Kanizsai Sörfesztivál a finom komló nedű mellett a minőségi zene ünnepe is. Régi hagyomány újra fogalmazva. Amellett, hogy a híres Bajor Sörfesztivál hangulatát szeretnék becsalni a zalai dombok közé, felidézik a régi, nagy kanizsai sörfesztiválokat is. A finom sörök mellett a fúvós zenekari találkozó résztvevői biztosítják a jó hangulatot. A város egykoron a magyar sörgyártás egyik fellegvára volt, és talán egyszer újra az lehet, hiszen a tudás és a kiváló minőségű víz megmaradt. A rendezvény céljai között szerepel a kulturált sörfogyasztás megteremtése és népszerűsítése, Nagykanizsa város idegenforgalmi kínálatának bővítése, a nemzetközi kapcsolatok erősítése, valamint gasztronómiai különlegességek bevezetése. Tovább színesíti a programot a hazai, illetve külföldről érkező fúvószenekarok koncertjei, valamint a mazsorettek előadása. A kétnapos fesztiválon sportközvetítésekkel, gasztronómiai versenyekkel, gyermekprogramokkal, vidámparkkal és meg annyi jó programmal várnak mindenkit június 15-én és 16-án Nagykanizsán. A program ingyenes. Ez volt heti programajánlónk, megköszönöm már a megtisztelő figyelmüket. Amennyiben bármilyen kérdésük vagy észrevételük lenne, úgy ezt megtehetik az infokukac6oscsatorna.hu e-mail címen, vagy a 061-301-0956-os telefonszámon. Szép hetet, sok tartalmas programot kívánok Önöknek, viszontlátásra! A műsorvezető megjelenéséről Karajsz Dávid gondoskodik.